Van egy speciális helyzet, néhány rendszer regionálisan, tehát néhány szakigazgatási szerv, az ANTS többek ezek közé tartozik, regionálisan működik, tehát Budapest és Pest megye az hozzátartozik. Ugyanakkor a kormány, a MGS, tehát a mezőgazdasági szakigazgatási szerv, az Budapesten nem található, az regionálisan Pest megyéhez csatlakozik, kapcsolódik, így a velük való együttműködést egyeztetni kell. Elkezdődtek ezek az egyeztetések, és az elkövetkező időszakban az együtt történő ellenőrzések is fel fognak gyorsulni. De miután rendszeresen ellenőrzünk, így lehetőség van egyre komolyabb szankciókat alkalmazni, ellenőrzések és utóellenőrzések kapcsán. Tehát a lényeg, amit mi szeretnénk volna üzenni, az, hogy nem kampányszerűen ellenőrzünk, hanem folyamatosan. Folyamatosan vannak utóellenőrzések, így a lehetőség van arra, hogy tudjuk ellenőrizni, hogy megtörténtek-e a korábbi károsításoknak vagy hiányosoknak a felszámolása, amennyiben nem, lehetőség van egyre komolyabb bírságot kiszabni, akár az üzletek bezárását is. Budapesten és a régióban lakik Magyarország lakosságának egyharmada. Ebből az következik, hogy nagy áruházláncok is itt koncentráltan vannak jele. Nyilvánvaló itt a problémák feltárása üzenet többi kormányhivatal felé is, hogy ők is végezzék el ezeket a vizsgálatokat, a velük való együttműködés az kifogástalan. Ami a, és nyilvánvaló ezeket a vizsgálatokat ők is elvégzik akár így együttműködve, hiszen ők rendelkeznek hozzá, kapcsolódik MGS-re, tehát automatikusan el tudják együtt végezni az élelmiszer, az állatok egészségügyi szolgálattal. A másik, ami fontos kérdés volt, hogy fedezik-e, ezek többnyire munkaidőben történnek, nem jelentős kiadása van, a bevedvírság az lényegesen nagyobb, mint a költsége a vizsgálatoknak. Azt azonban el kell mondanunk, hogy mondjam, hogy a bírságból befolyó összeget nem a kormányhivatalhoz, hanem az államhoz kell vinni.